Géci Alberti kertjében vagyunk, tavaly is jártunk, már itt akkor is megcsodáltuk a öntözéses rendszert, amit ön elkészített. Idén milyen újdonsággal várta a zsűrit? Hát egyelőre most már leszettem azt az öntözést, ami volt, mert ilyen alacsony öntözéssel oldottam meg akkor, amikor még, szóval hogy mondjam, az eső, a két esős időszak között. De mostan fogom újból csinálni azt a tavalyi módszert, hogyha nem lesznek esők. Így is úgy is muszáj lesz betelepíteni, mert ha nem telepítem be, és eljön a nagyon meleg, akkor megint csak hol vagyok, nem tudok öntözni. Öntözés nélkül meg a kertek majdnem, hogy kiszáradnak. Most olyan több, mint 10 vagy 15 fajta növény van a kertünkben, már a paradicsom is, és az uborka is virágzik. Sok mindent, mondjuk a salátának már csak a maradéka, a reteknek szintén, a hónapos reteknek már csak egy pár darab maradt meg. Az ősszel dugdostam hagymát el, az is már, hogy mondjam, már kész vége, kiszedtük. Hát, igen, az már jó helyen van. És hát van dughagymázva most is, meg van vetve is hagyma, úgyhogy reméljük, hogy jó lesz, ha nem jön valamilyen szélsőséges idő. Láttam, az egy kis csemege is van, kukoricát is látok, így ahogy átnézek, akkor gondolom, hogy ugyanúgy az unokákra is gondolnak nekik. Igen, egy kis csemege. Ennél az unokákra. Hát meg a gyümölcsfák is azért, hogy az unokák már akárhogy is mindenből kapjanak valamit. Permetezni nem szoktam, úgyhogy hát van olyan, hogy megtámadja a levéltető vagy valami, na, de hát már egyik a másik után érik befele, mondjuk a nem a paradicsom, hanem most, ami volt a retek, a saláta, stb. Ha lepermetezzük saját magunknak, nem akarunk kárt csinálni. Tehát egy biomódszert, épp az előbb mondták a feleségével, hogy mit kísérleteztek ki. Mondjuk el ezt nézőinek, hogy mivel próbálkoztak most a tetvek ellen? Hát régen is már az idősebbektől hallottam, hogy ezt a csipős csalánt, nem az árva csalánt, hanem azt a másikat, ami szúr, azt leforrázzuk, hagyjuk egy-két napot, és utána avval permetezünk. Hát nem az a 100% hatékonysággal, de 60%-kal remélem, hogy kétszer-háromszori után használni fog. Ugyanúgy a diólevelet is. Hát annak meg lehet, hogy az illata elkergetni, vagy hogy mondjam, az ilyen rovarokat. Hát akkor mindig van mit tanulni, és egymásra is sokat tanulnak. Azért szóljunk egy picit ezekről a gyönyörű rózsákról is, hiszen azért a kertjükben rengeteg rózsa van, ezek is nagyon szépek. Itt már hallottuk, hogy tanácsokat is adtak a kerttársaknak, hogy hogyan is lehet ezt nagyon hatékonyan szaporítani. Hát igen, az, amikor a rózsának már kezd ilyen a szára fás lenni, szóval már nem törik el, mikor fás, és a szem úgy van, hogy már olyan búzaszem nagyságú, vagy fél zapszem nagyságú, és akkor két szem bemegy a talajba, egy szem felül marad, és letakarjuk, hogy a meleg, meg állandóan, hogy egyforma legyen a nedvesség a levegőnek alatta. Hát nem olyan túl nagyon, hogy mondjam, nem nagy százalékkal, de egy olyan 5-10 százalékos a ledugott rózsahajtásoknak körülbelül megmarad. De itt régebben azért az idősebbek, emlékszem, hogy üveggel csinálták, tehát befőttes üveggel. Most azért már a PET palackokat erre is lehet használni. Igen. A palackokat levágjuk úgy, hogy az rá menjen. Hát meg is lehet mutatni, az mondjuk ott a tavaly volt, az amelyik ezzel a módszerrel, ez is, ez már 2 éves, ugyanezzel a módszerrel, úgyhogy hát csináljuk, és hogyha sikerül, hanem nem kell, hogy mondjam, nem kell befektetést rá, és a másik oldala pedig én, hogy mondjam, személy szerint ez ugyanannyi ideig
él, mint a szemzetrózsa, és a szemzetrózsának nekem annyi, hogy az a hátránya, hogy amikor az alany, már a vad neki kezd hajtani, akkor az ember azt se tudja, hogy hogy írtsa ki ezeket az oldalhajtásokat. Akkor szerintem megint tanultak néhányan egy kis trükkötöntől. Azt kívánom, hogy legyen eredményes ez az idei évük is, és minden kerüljön be a konyhába időben. Köszönöm szépen, csak van még egy, van ez a tulipán, meg magnóliának nevezik úgy máskülönben irodalmilag, azt is bújtatással próbálom most. Akkor jó kísérletezgetést kívánunk önnek. Köszönöm szépen. Gyenge János ég kertjében vagyunk kint a Koldus kertben. Itt még ide jöttünk a kert végébe, éppen mondtam, hogy sok újdonságot látunk, mi mindent csináltak meg a tavalyi verseny óta. Hát mindig próbálunk újítani, attól független, hogy a tavasz elég gyenge volt, azért nem szektek erőnket, és épp mondom, hogy különböző kultúrákkal kísérletezünk, újfajta paradicsomokkal, paprikával, a káposztafélit próbáljuk meghonosítani, bár annak nagy a vegyszerigénye, és ezért keservesebben boldogulunk. A paprikát, paradicsomot, mint ahogy tetszett látni, drén alá raktuk. Tehát könnyebb az öntözése, nem cserepes a földje, ugye ez ezt a célt szolgálja. Akkor mondja a férjem, hogy mindig elveteményez, és akkor a kis papírokat ugye rászurkálja a kis szőlőpre, akkor elviszi a szél, elázik minden. Na és akkor szép kis táblákat laminált fóliával levontuk, és akkor ez már megint olyan szemnek tetszetős. Hát, amúgy gyönyörű a szedrünk, tehát ez sem volt tavaly, lugasba van szépen húzva. Hát, amúgy végül is 21 féle konyhakert kultúra található, de hát mindig fogékonyak vagyunk az újdonságokra. Most például van egy különleges paprikánk, 3 tövet kaptunk makóról, ez 1 méter magasra is megnő, és tulipán alakú paprikát terem, de teljesen olyan az íze is, meg tehát az aromája, mint a rendes zöld paprikának. Nagyon kíváncsiak vagyunk rá, hogy meg-e tudjuk honosítani. Hát ezt akkor már mi is visszajövünk megnézni, hiszen ilyet még mi sem láttunk. Igen, nagyon merem remélni, hogy szép, magasra megnő, tényleg semmi féreg nem bántja, hogy behúztuk most is fóliába, hogy ne törje a szél, meg minden, mert tényleg olyan különlegesség, mindenki várja, meg csodálja, és akkor majd várom önöket ősszel is, hogy tényleg lesz-e belőle szép 1 méteres paprikafa. És akkor mi minden van még itt, hiszen a hagyományos zöldségeket, szamócát, gyümölcsfák is itt vannak. Mondta, hogy van 1-2 újdonság, de összeszámolt, hogy összesen hányféle vetemény van most itt ebben a kertben? 21 féle veteményünk van, és még amit az előbb kifelejtettem, hogy most kísérletezünk balkonszamócával, Pestről hoztuk a töveket, és akkor már az első kötések szépen beértek, hát reméljük, mert ez végül is októberig folyamatosan mindig teremne, de amúgy aránylag nagy területen van burgonyánk, mert az ugye téli tárolásra is, meg azért sok mindent rakunk fagyasztóba, rengeteg mindent üvegbe, tehát mindennel nagyon kísérletezünk, mindenre vigyázunk, a hagyomány ugye az a fokhagyma, a zöld hagyma, tehát minden nemű. Csak azért most nagyon-nagyon soká indult a tavasz, tehát 2 levelibe van az uborka, tehát ez azért már nem ilyennek kéne lenni. Van dinnyénk, sárga dinnye, görög dinnye, mondjuk ez sem volt tavaly, úgyhogy hát reméljük, hogy ugye ez borzasztó időjárás függvény, de azért reméljük, hogy majd szépen fejlődnek, hogyha most megjön már rájuk az igazi nyár. De hát mind a ketten egy kert szerető emberek, tehát mindent a kertért, hiszen mondta, hogy ön még dolgozik, férje már nyugdíjas, de hát nagyon sokat vannak kint, több órát gondolom naponta. Hogyne. Férjem úgy jár ide, mint a munkahelyre, tehát reggel kijön, ebédelni hazajön, és akkor délután megint itt tölti. Mondjuk én inkább jobban az apró kis női munkákat, virágokat, mert hát a szemnek az is gyönyörködtető, de azért sok mindenben muszáj vagyok én is részt venni. Férjemé ugye jobbadán a kapálás, az öntözés, a permetezés, épp mondom, hogy tavaly a nyereményben kaptunk egy háti permetezőt, melyet ezúton is köszönünk, és ez ugye akkumulátoros, és így aztán még könnyebb bele a munka, tehát, de szóval rengeteg időt ide ki kell tölteni.
ahhoz, hogy ez így nézzen ki. És hát ahhoz, hogy minden teremjen, hiszen emlékszem, hogy a gyerekeket, tehát a családot is segítik, nem csak önöket látják el ezekkel a finomságokkal. Igen, így van. Tehát a gyerekeink is tömblakásba laknak, és azért minden ő nekik is jut, sőt, még néha testvérek is kapnak, úgyhogy ami a konyhai szükségletet fölülmúlja, akkor azért mindenből akar gyümölcs, akar zöldségféle, mindig mindenkinek jutatunk belül a családba. Aztán, hogy két dolog miatt mindenképpen visszajövünk, egyik ez a különleges paprika, amit mondott, meg akkor megnézzük, hogy szeptemberben még ez a szamóca hogyan is terem, hiszen az is egy ritkaság lesz. Én azt kívánom, hogy legyen minden úgy, ahogy szeretnék, és minden termés úgy bejöjjön, ahogy szeretné, és el tudja látni önt és az egész családot. Nagyon szépen köszönöm, és nagyon nagy örömmel várom vissza önöket. Balatyini Sütő Margittal, a Szimtagóvoda vezetőjével beszélgetünk, hiszen ők is beneveztek ebbe a programba. Valóban, először is a nevelők közösségünk döntött úgy, hogy csatlakozzunk ehhez az országos programhoz, úgyhogy köszönöm a kolléganőimnek, hogy felhívták a figyelmünket erre, illetve a családok segítségét is, családok segítségére is számíthattunk, illetve természetesen közösen a gyerekekkel végezzük a kertészkedést. És mi minden terem ebben a kiskertben? Hát rengeteg minden terem ebben a kiskertben. A múltkor számoltuk össze 14 féle zöldségféle terem. A sárgarépától kezdve a zöldborsó, a cukkini, a hagyma, a kukorica, tehát sok minden. És a gyerekek mennyire vesznek részt, a kiskertészek lettek, vagy inkább ilyen alkalomszerűen, vagy rendszeres napi elfoglaltságot jelent ez? Ez rendszeres napi elfoglaltság a gyermekeknek, illetve a óvónéniknek és a dajkanéniknek egyaránt. Onnastól kezdve, hogy télen elültettük a paradicsom, paprika, magvakat és bent neveltük a csoportszobában, onnastól kezdve a kinti veteményezés, a palántázásban, az öntözésben, a gyomlálásban a gyermekek is részt vesznek, és ez napi szinten, tehát hozzászoktak a gyermekek, és kiscsoportos, kis mikrocsoportos formában tevékenykedünk a konyhakertünkben. Akkor reméljük, hogy sikeres is lesz, hiszen azért látjuk, hogy már egyre szebb a kert, és gondolom, hogy ezt itt fogják elfogyasztani, tehát a gyerekekkel közösen fogyasztják el az itt megtermelteket. Igen, mind a két csoportban egy-egy nap van, amikor úgynevezett zöld napot tartunk, és akkor az itt betermelt zöldségfélékből salátákat készítünk, illetve a szülők is hozzá szoktak járulni, hogyha éppen az aktuális zöldségféle még nem termett meg, akkor a szülők is hozzájárulnak ehhez a zöld naphoz. De akkor én azt kívánom, hogy legyen minél több termés, hogy meg tudják ezeket kóstoltatni a gyerekekkel, és hát nevezzenek jövőre is, és legyenek sikeresek az idei versenyben. Hát nagyon szépen köszönöm, és bízunk benne, hogy az idén is sikeresek leszünk, és jövőre is igyekszünk. Esetleg melyikőtöknek van otthon is egy kis picike kis kertje, amiben csak az ő dolgai vannak, és az csak ő műveli. Neked van? Nekem kettő. És mi a feladatod? Mindig kell kertészkedni, meg gyomlálni, meg öntözni. Hogyha megnőttök és iskolások lesztek, akkor is szeretnétek otthon kertészkedni majd, hiszen itt sok minden... Igen! Akkor én azt kívánom, hogy legyen sikeres nektek ez az idei kertészkedés, és akkor otthon is hasznosítsátok mindazt, amit itt megtanultatok, jó? Jó! Hamar Sándorné ismét a mini kategóriában indult. Mi mindent sikerült elveteményeznie? Hát elég későn szántam rá magamat. Hát krumplit... Karalábé van, borsó, patiszon, hagyma, paradicsom, saláta, retek. Ja, az már föl lesz szedve itt. Mindent, amit még ebben a késői időpontban lehet. Legyen az a pár darab, ami szükséges a versenyzéshez. Hát meggondolandó volt tényleg, mert hogy mi kell ki. Ja, még petezselymet is vetettem, ha más nem az ügye miatt, ugye. Mert az elég sűrűn kell, és a piacon meg 50 forint egy kis csomóért szaladjak. Tavaly, ami itt évelő petrezselyem, ez megvan egész bokorban, meg amelyre a szél elviszi a magját. Hát igyekeztem, amit lehet. Ilyen későn már, ha ilyen esős évszak van, hát ha bővebben teremne, mint tavaly. De éppen néztük, hogy az eső egy kicsit a krumplit is eldöntötte, tehát ezért mindig van itt mit csinálni, mondta, hogy a szedel mögött is már megint jön a gyom, tehát a sok esőnek ez a hátránya, ami előnye is egyben, hogy nem kell öntözni. Hát nem kell öntözni, de a gyomot annál jobban kell szedni, mert gyorsabban nő, mint a növény.
mondtuk, hogy ez mini kategória, tehát ez olyan 45 négyzetméternyi lehet körülbelül ez a kis kert, azért ez napi elfoglaltságot jelent. Mennyit tölt itt, vagy inkább csak időszakonként, amikor úgy látja, hogy egy 2-3 szállnál már több vagyunk benne, akkor jön, vagy azért minden nap rápillant? Hát azért minden nap, mert a krumplibogarat szedni kellett, mert nem permeteztünk, és hol Bence, hol én végig is sétálgattunk, gyűjtött a üvegbe, aztán szépen eltapostuk őket, mert nem akartam permetezni, úgyhogy azt minden nap néztük. Ő az iskolából, amikor jött, délután ment végig, úgyhogy hál' Istennek most, hogy lekopogjam, nincs, nem lett, vagy nem keltek ki, úgymond sehol. Nincs utánpótlás, igen. Itt azért mi úgy gondoljuk, hogy ez szép a kert, ön azért nem annyira elégedett vele, de hát én azt gondolom, hogy a mostani viszonyokhoz képest azért, ahogy lehetett, mindent megcsinált, és reméljük, hogy be fog élni mindent. Igyekeztem, ha bár azt mondják, hogy volt a vasárnapi ellenőrzés, hogy szebb, mint a tavalyi. A szedder is ugye most virágzik, hát jól meg lett meccve, szerintem szebbek lesznek a szemek is. Lehet, hogy kevesebb lesz, nagyon sok virág van rajta, de annál nagyobb szemek. Én egy picit jó időt kívánok önnek, és hát azt, hogy a gyom kevésbé nőjön, hiszen a kertésznek mindig az a gondja, hogy kapálni, meg gyomlálni kell, de azt kívánom, hogy legyen sikeres az idei versenyzése is. Jó, köszönöm szépen. Borsi Bence az előbb már elárulta nekünk, hogy már immár 9 éves. Te tavaly is neveztél a versenyt, és most is nagyon szép már a veteményed. Mi mindent veteményeztél ide? Borsó, retek, sárgarépa, hagyma, ricinus, uborka, kapor, kukorica, tök, dísztök, főzőtök, meg krumpli. Ez nagyon szép, és mennyi időt töltesz itt? Hiszen látjuk, hogy nagyon szépen kikelt mindened. Mennyi időt töltesz itt iskola után, mamival? Úgy 4 órától 5 óráig, amíg anya meg nem jön. És mi ebből, ami neked is nagyon tetszik? Elégedett vagy a mostani látottakkal? Igen, főleg a retekkel. Ott van egy nagy retek. Láttam, az nagyon szép. És tavaly is mondtad, hogy ezeket mindet anyának termeled, tehát gondolom ez idén is úgy van, hogy neki segítesz egy picit be ezekkel a konyhában a főzéshez, igaz? Igen. És akkor mit kell tudni neked ebből, mi a kedvenced? Borsó, sárgarépa, hagyma, uborka, meg egy kis főkukorica. És gyomlálni szeretsz? Igen. Hogy tavaly azt mondtad, hogy azt azért nem nagyon szereted, de hát azért most nézzük, hogy szépen rendben van téve. Kapálni is szoktál, öntözni most szerencsére nem kellett, igaz? Igen, mert sok eső esett amúgy. Megmértétek már, hogy mekkora terület ez, amit most te művelsz? Igen, 20. Itt akkor beszéltünk arról, hogy mi van a veteményes kertbe, de mi lesz a virágos kerted, de hiszen itt mögöttünk meg egy kis szép virágos kert is van. Szét fogom ültetni, hogy mindenhol legyen szép virágok, és anyának is fogok felszedni 2. És az osztálytársaid mit szólnak ahhoz, hogy te ezt csinálod? Hogy jó. Van esetleg olyan, aki kedvet kapott, mert tavaly látta, és most én emlékszem, hogy ott, amikor osztották a vetőmagot, többen is voltatok. Szoktatok beszélgetni, hogy kinek milyen kelt már ki? Igen. És hogy állsz a többiekhez képest? Jól. És szoktál nekik segíteni? Igen. Segítek öntözni. Meglocsolni. Megkapálni. Meg szenni borsót. Mit látsz, amit most úgy hétvégére esetleg már anyának viszel, mivel fogod megajándékozni, hogy a konyhaasztalra oda kerüljön, és mondjuk esetleg már meg tudja csinálni hétvégén? Borsó. Borsó? Egy kis ízibizinek. Aha. Hússal. Hát látom, hagyma is van már szép, tehát esetleg zöld hagyma, meg a retek is. Szereted a retket is? Igen, szeretem a retket. És az uborkádról mit kell tudni? Hogy lehet csinálni belőle uborka salátát, vagy nyersen is meg lehet enni. És hogy szereted? Nyersen. Uborka salátának? Igen. Jó, hát én azt kívánom, hogy akkor legyen sikeres az idei termés, és mindent tudjál anyának biztosítani, ami kell neki a konyhába.